Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Igazából, hát volt egy pásztorunk, Szent Ferenc Alapítványnál munkakönyvvel, és akkor nyugdíjba ment, olyan büszke örömmel mondta, hogy atya, egy állatot nem vesztettem el. Se meg nem döglött, se el nem lopták, ügyeltem rá, itt van. Igen, én azt gondolom, a jó pásztornak ez egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy törődik, ügyel arra, ami neki adtak. Ugye Jézus Krisztus mondja, hogy atyám, nem veszett el senki azok közül, akit rám bíztál, egyedül a kárhozat fia. Tehát, hogy Jézus nem válogat, hogy hát most ezen a vizsgán átmentél, János testvérem, a másik te, Tamás ezen át elestél, mindannyiakat megőrzi, tereli. Igen. Nagyon-nagyon fontos ez a törődés. Ugye úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk törődni, ha kinézünk a szemünkből. Voltam a pásztoroknál, és igazából, hát olyan egyszerű kaibába aludtak, és tele volt az oldala nagy résekkel. És én mondtam is, hogy mi nem pucolják be, most gipszkarton, meg púrhab, meg, de akár mohával is, és hát nem fúj át a szél, melegebb van. És azt mondja, de akkor nem fogjuk hallani a farkasokat, a medvéket. Tehát ő nem azért van kint a hegyen, hogy ő kényelmesen éljen, hanem azért, hogy ügyeljen az állatokra. És inkább vállalja azt a, hát, a húzatot, a hideget, mindent, de a füle ott van a résen, éjjel is, ha valami gond van, ha vonítanak a kutyák, ha fognak, ahogy mondják, ott legyen. De a Balástól, aki kollégám volt a feleségétől, nagyon sokat tanultam. Úgy volt, hogy abba a faluba, Gyergyó Remetéről jöttek, volt egy jó pásztor, a plébános, és az rendszeresen körbejárta az egyházközséget, és bizony többször is felhívott, hogy de Csaba fiam, nálam vagy 20 évvel idősebb volt, hát itt eszenyőben baj van. Van egy család, nem sokat törődik a gyerekével. Ezek, ha így hányódnak, nem lesz belőlük semmi, csak a falu szégyene. Gyere, s vidd el. Így beszélt. És emlékszem, el is mentünk Balázsot, szóval a gyerekeket elhoztuk, de engem úgy zavart, hogy tudtam, hogy van apjuk is, anyjuk is. Hogy van? És jött a nyári vakáció, és emlékszem, elmentem. És bizony, hát ott volt az ágyban Balázs, falu végén, messze egy tanyaisi házba. Hát bizony, még kerítés se volt a ház körül, ablaküveg se volt a házon, és feküdt délelőttön, 11 óra felé értem oda, és nézte a mestergerendát. Előre azt hittem, talán részeg, vagy beteg, vagy valami baja van, de nagyon hamar kiderült, hogy bizony semmi baja nincs. Kérdem, hogy hát, mondom, hazahoztam a gyerekeket, megdicsértem, milyen ügyesek, minden. Mondom, hol az asszony? Szóval megszökött. Hát mondom, menjünk, keressük meg. Hát azt tudja az utat egyedül is hazafelé. Hát mondom, de akkor most akkor gyerekeket vigyen vissza, ezek szeretnének egy pár napra itt maradni. Ki mos, főz, takarít rájuk, hát ezekkel gond van. Nézett, és látta, hogy szereti a gyerekeit, és a gyerekek is bújtak oda hozzá. Hát mondom, mert jöjjön, nézzük meg, hol van az az asszony. Mert tudtam, hogy nem valakivel ment el, hanem hát összevesztek, és elment vissza az anyjához. Hát meg is találtuk, bementünk az udvarra, hát a nagymama hamar elékerítette a leányát, és úgy jó hangulat volt minden, mondom, hogy na itt van a férje, hoztam, hogy béküljenek ki. Hát így ebben cölibátusban él, akkor van ennyi naivság benne. Férfi rám, az asszony rám néz, és az ezzel. És
úgy elkezdtek veszekedni, hogy én pásztor ide, pásztor oda, köpni nyelni nem tudtam. Én próbáltam csitítani őket, de nem ment. A gyerekek elbújtak ugye a habitusom mögé, sírtak, és ezek emlegették fel a múltat, az igazságot, hogy kinek, hol, milyen sérelme volt. Megfogtam a gyerekek kezét, és mondta, hogy gyere, imádkozzunk. És elmondtuk a mi atyánkot, és a mi atyánk vége felé, hogy már elcsendesedtek. És itt tettem a szememmel, hogy fogják meg a gyerekeik kezét. A gyerekek meg is fogták, de így vébe álltunk, tehát nem volt ebből kör. Na és hát utána üdvözlői Máriás, most segíts meg, már van, hál' Istennek, elég sok kötött ima, még a reggelimát, estimát is elmondtuk, hogy biztosak legyünk a dolgunkba. Végén mondom, hogy a férfinek térjen le, és fogadja meg, hogy többet nem iszik. És ha iszik, ha nem, letérjen. Azt úgy kivettem a veszekedésből, a felesége leginkább az alkoholt nehezményezi. Mondtam, mondja utána, Isten engem úgy segíjen. És ő mondta is, Isten engem úgy segíjen. Többet nem iszok, többet nem iszok. Családra gondot viselek, családra gondot viselek. És az asszonyt szeretem. Hát erre, mint a kígyó csipte volna meg. Hát én magamban gondoltam, hogy ha valaki fényes nappal nézi a mestergerendát, nem részeg, nem beteg, hát azzal csak egy dolog lehet, hogy fáj a lelke, nem? Hát az azt jelenti, hogy hát mégiscsak szereti az asszonyt, hiányzik. Nem azt mondja, Istennek legyen hála, elment. Hiányzik neki. Hát mondom, az asszony szerete, hát mondja ki. Ki is mondta. Felesége úgy nézett két, mint a két kávés csésze lett volna a szeme, hogy miket mond az ő férje. De láttam, hogy szívből mondja, úgy is gondolja. Na, az asszonynak is mondom, most térjen le magas, fogadja meg, hogy többet nem veszekedik. Ja, azt mondja, hogy mostanig se veszekedett, mondom, hallottam, úgyhogy nyugodtan térjen le. Hát ő is letérjelt. Isten engem úgy segíje, hogy többet nem veszekedek, családra gondot viselek. Férjemet szeretem. Hát ezt úgy kimondta, mint az egész délelőtt gyakoroltuk volna. Mint a vízfolyás. Mondta, hogy most nem térjelek le, de megfogadom, hogy hát ugye maguk pásztorok. És az volt a családban a probléma, hogy ők ebből éltek, ez volt az ő életük, ez a munkájuk volt. Kommunizmus, de ugye megszűnt a, hát a párt, farmja, és az állatok is eltűntek, és munkanélküliek maradtak. És addig hát valamilyen szinten megbecsülésben, jólétben éltek, valamilyen szinten, hát így lettek a gyerekek, és akkor magukra maradtak. Egyszerű emberek voltak, hát ide-oda falopni, ezt-azt csináltak, de nagyon, hát ugye a semmitevés bizony megette őket. Hát ott túlfelül is van hely. Igen. Tehát, és hát mondtam, én főtt fenekéről is szerezek maguknak valami állatot, munkát, össze, ha kitartanak. Aztán nyáron még elmentem párszor ilyen, hát ilyen szupervízióba, hogy nézzem meg, hogy tényleg még együtt vannak-e, gyerekek hogy vannak, de jó volt, minden rendben volt. És akkor így vettünk össze három tehenet, hogy legyen munka, hát már van. És akkor lementünk, igazából ezzel a három tehénnel, naivság és fiatalság, és minden volt benne. Hát ugye Mara Erdő bácsihoz, most jártak a kedves vendégeink ott, Hátszegre. Na és aztán hát persze, onnan elhozni a tehet azért messze volt, meg minden, utána járni, az nem olyan, hogy leteszed, és ott marad. De aztán így kerültek vissza Mintiára, Balázsék tehenekkel. És igen, törődött az állataival. Törődött a maga módján, a gyerekeivel is. És hát most, ugye, mint nyugdíjas, nagyon szép kis házikójuk van. Remetén, gyerekek megnőttek, családot alapítottak. Jó pásztor. Gondoskodsz a másikról. De ez az kell, hogy elengeded a magad dolgát. Ha megnézzük, ugye,
mi Urunk Jézus Krisztus mitől lett jó pásztorunk? Hát ott hagyta a mennyei atyát. Azt írja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus Istennel való azonosságát nem tekintette olyan féltett zsákmánynak, amihez ragaszkodnia kellett. Kiüresítette önmagát, és eljött közénk. Én azt hiszem, ez a kiüresítés nagyon fontos. Mert hogyha valaki reggeltől estig a fizurájával, meg azzal foglalkozik, hogy néz ki, vagy hogy van az ő ágya, meg lakása, meg saját magával törődik, az nem veszi észre még az utcában lévő, bajba lévő családot, és saját testvérét, aki sír, meg rossz kedvű, nem neked tükör előtt kell üljön, és azzal kell foglalkozzon. Hát fogd meg a testvéred kezét, és menjetek el sétálni. Üresíts ki önmagadot. Engedd el a magad célját, gondját, baját. És látogass meg a társaidat. Ja, olyan jól esett, hogy jól esik, ugye Pannonhalma környékéről, 18 férfi, hát kiüresítette önmagát. Biztos lett volna nekik is egy csomó dolguk, elengedték, és eljöttek Zsírvölgyébe, hát a szórványba, hogy meglátogassák az ottani gyerekeket, kollégákat. Igen, kiüresíteni önmagadat. Ha mindig csak magad körül forrogsz, akkor elég unalmas, nem? Aki csak saját magával törődik, hát az is egy munka, én nem mondom, vágod a körmödöt, fested a szemedet, a hajadot, a füledet, felpróbálod ezt a ruhát, azt a ruhát, azt el kell menjek, mert ez a inkhez ez nem talál, meg nem tudom miféle, leködheted magadot. Az embereknek nagy százaléka ezzel tölti az idejét. De jobb. És igazából Krisztushoz hasonlóvá tesz az, hogy elengeded magadat. A másik dolog, ami jó pásztorát tesz, az, hogy törődsz vele. Tehát az azt jelenti, hogy jelen vagy a másik számára. Megtestesülsz. Ezt tette a mi Urunk Jézus Krisztus is. Nem csak kiüresítette magát, és eljött a földre duzzogni, mert karácsonyi fogadtatástól már mindjárt duzzoghatott volna. Menekülni kell Heródestől, borzasztó, kibírja ki ezt. És folytathatnánk, hogy milyen menő, hogy ez a Mária, hogy főz, angyalok, ne tudjátok, meg borzasztó. Hát ez az emberi koszt, valami répát, mit tudom, mit össze, kotyvasztott. Hát én nem ehhez vagyok szokva, ugye? Nem. Megtestesül a családba. Jelen van. Megfogható, ölbevehető a kis Jézus. Megcirogatható, megszólítható. Jelen van. És az a szép a gyerekbe. Oda mész, és így néz a szemével. Adná az Isten, hogy ne csak kiüresítsük önmagunkat, hanem jelen legyünk. Ott legyünk. Lássuk a dolgokat, a problémákat, az örömöket. Olyan szép, ugye, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus életét, ha nézzük, hogy törődik velünk. Feltámasztotta Jairus leányát, mindenki el van ájulva, és azt mondja, adjatok enni a gyereknek, mert éhes, nem? A kánai mennyegző, elfogyott a boruk, na, töltsétek meg azokat a kőedényeket vízzel. 600 liter bor. Hát, hogy mondjam, mikor először úgy a teológián mondták, hogy ez, hát ez a 6 kőedény, ez körülbelül 100-100 literes volt egy ilyen kőedény. Mai napig ott megvan a Kána, a város, és ott azon a helyen, ahol valamikor volt a lakodalom, ferencesek építették, nagyon szép templomot, nem nagy, de gyönyörű. Talán ekkora még kicsivel, talán kisebb is, mint ez, de kőből vasan, nagyon sok száz éves, és ott vannak ilyen kőedények. Meg lehet nézni. És hát 600 liter bor. Törődik az övével, nem? Érezzék jó magukat. Még azt sem mondja, aztán nagyon nekem berúgjatok, hát képzeljétek el, mennyi egy szájba megírják, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus megtette az első csodáját, hát a
vízből egész jó minőségű, hát félszáraz bort készített, úgy bérugtak, hogy borzasztó, hogy ezt a cikket itt be is fejezzük, nem? Nagyvonalú. De később is, ugye mikor lefejezik keresztelő Szent Jánost, visszavonul az hegyekbe, egyedül akar maradni, de több mint 5000 férfi megy utána. Miért? Azoknak is elegük van Herodesből. Üzzük el, legyél te a király. Azt írja is a Szentírás, királya akarták tenni. És Jézus azt mondja, na jó van itten, nagy a gonda, nagy a baj, de miből élünk? Adjatok enni az apostolainak, mondja. Tehát ilyen helyzetben egyáltalán ételre gondolni, nem? Hát van 3 kenyér, 5 hal, de mi az ennyinek? Baj, megáldja. Teli hassal az emberek talán nyugodtabbak lesznek, higgadtabbak. És az a, hát Heróda, ez a forradalmi hangulatba, hát ott a zöld fűre leültet Jézus, és nyami-nyami. Összeszednek vagy 12 kosár maradékot. És akkor utána azt írja a Szentírás, hogy tanítványait, az apostolait bárkába parancsolja. Ezt a kifejezést a Szentírásban egyedül itt használja. Jézus nem parancsol, kér, tanácsol. De itt bárkába, na ez a varja társaságot, és ő a tömeget szétoszlatja, és fölmegy egy helyre imádkozni. Milyen szép. De ugye a feltámadás után is, hát a galileai tónál megbeszélik a randit, és hát ő hamarabb ott van. Nem írja a Szentírás, hogy ott volt Mária, meg mit tudom, Mária Magdolna, meg a többi. Valószínű, Jézus maga átdöfött kézzel gyűjti a rőzsét, tüzet rak. Én nem hiszem, hogy isteni csoda lett volna az sült hal, hanem inkább a szeretet csodája volt Jézus Krisztus, megsütötte. Igen, törődik vele. A jó pásztornak gondja van az ő nyájára. Adná az Isten, hogy mi is tudjuk kiüresíteni önmagunkat közbe-közbe. Biztos a magunk dolgát is el kell végezni. De azt mondom, ma délután nem magammal foglalkozok. A kicsi testvérem kezét megfogom, és elmegyünk egyet sétálni. Na mesélj! Nem én akarom őt oktatni, meg tanítani, én kiürisítettem önmagamat. Én hallgatom, mint egy szivacs, szívom azt, amit ő mondani akar. Csacsom, mutasság, akármi, jelen vagyok, megtestesültem számára. Meg tudja fogni a kezemet, hozzám tud bújni, meg tudja osztani a kis titkait, gondját velem. Milyen jó lenne. Adná az Isten tényleg, hogy ne csak vágyjunk arra, hogy valaki már jó pásztorként gondot viseljen rám, hanem én magam akarjak jó pásztora lenni mindazoknak, akik körülöttem vannak. És öntözzük meg a virágainkat is. Vigyázzunk a dolgainkra. Jó pásztorrá válni tanfolyam, tanulni kell. Lent Szent Simonba született egy kis csikó, 10 napos, nagyon aranyos. És hát ott van az egész gyerek sereg körülötte. Figyelnek rá. Úgy gondolom, hogy kérdezték is, hogy minek kellenek csikók egy gyerek otthonba. Hát mondtam, hogy hát, hogy tudja azt, hogy mit jelent jó pásztornak lenni. Az bizony enni kell adni annak minden nap, itatni is kell, ki is kell takarítani, mert amúgy a csikó nem egy olyan, hogy mondjam, pedáns, nem fog ő magának ágyat vetni. Törődsz vele. De ma egy cserépvirággal törődsz, holnap talán egy kis csirkével, de biztos eljön az az idő, amikor, hogy mondjam, feleségeddel, gyermekeiddel, családoddal is törődni fogsz. Amen.